A Skipper magazin együttműködő partnerei: a Hanze Magyarország, a Seiko Prospex órák hazai forgalmazója, TMC Kft. És a Lagun Magyarország. A Portvő kikötő, ahol a Cannes-i hajókiállítás legkisebbtől induló motorosaitól egészen a nagy 120-130 lábas jaktokig választhatnak az ide látogató kedves vendégeink. Azt gondolom, hogy egy égkövet mutathatunk meg, ugyanis a San Lorenzo olasz hajógyár standján állunk. Ez az a hajógyár, aki kifejezetten arra figyel, hogy az ügyféligényeket a lehető legmagasabb minőségben, semi-custom módon tudja kielégíteni, ami azt jelenti, hogy a hajótest az impozáns külsőt megtervezi, egy modell range-et ad az ide látogatóknak, amiből egészen 76 lábtól 120 lábig a GRP hajótestekből választhatnak, ugyanis a 120 láb fölötti kategóriában már az acélépítésű szuperja kategória következik, de ebben a mérettartományban 76 és 120 láb között a külső test után a teljes belső tér, azaz ügyfél egyedi igényei szerint kerül kialakításra. Két San Lorenzo, amely egyforma nincsen. Itt az anyagok felhasználása, a kabin kiosztás, de még a különböző szinteknek, a kabin szinteknek, a flybridge-nek a kiosztása is teljesen egyénre szabott. Itt a gyár felkínál egy teljesen egyedi és kifejezetten az ügyféligényekre specializálódott belső építészcsapatot, de az ügyfeleknek arra is lehetősége van, hogyha van már egy megszokott, bejáratott tervezőcsapatuk, hozhatják a gyárhoz, és együtt, közösen alakítjuk ki azokat a külső, illetve belső összhangokat, ami az ügyféligényeket kielégíti. Érdemes kiemelni, hogy ezeknek a hajóknak a belső tereit már nagyon magas minőségű anyagokból alakítják ki, így akár csak a márvány kínálatunk több mint 30-35 féle márványt tesz lehetővé, elérhetővé. Ami a San Lorenzót egyedivé és különlegessé teszi, hogy a darabszámot az éves gyártási kapacitásban korlátozzák, ezzel is a magas minőséget erősítve. Itt elképzelhető az is, hogy egy hajóra akár többen egy adott gyártási szlotra akár többen is érdeklődnek, és a gyár mindig szem előtt tartja azt, hogy melyik piacon milyen minőségben érhetők el a hajók, és kifejezetten egyedi és különleges ügyfélélményt hivatott ez a rendszer szolgálni. A hajógyár Észak-Olaszországban, Viareggio-ban, La Speciában működik. Ennek a régiónak az észak-olasz műveltséget, az észak-olasz művészetet is a hajógyár a saját tükörképére formálja. Itt nem csak egy hajóról, itt művészi alkotásokról van szó, ezért is vállal jelentős szerepet maga a San Lorenzo és a művészetek támogatásában, tehát ezzel is az egyedi, finom szofisztikáltságot irányoznak képviselni. A San Lorenzo egy egyedi, finom megjelenést képviselő hajómárka, így árban nem feltétlen a konkurenciával azonos, de nem is szeretne azzal azonossá válni. A San Lorenzót mindazoknak az ügyfeleknek kínáljuk, akik kifejezetten szeretnének kiemelkedni az azonos, méretű és elérhető márkák közül. Ma Közép-Európában, Kelet-Európában számos olyan ügyfél van, aki az Adrián, illetve a Mediterrán tengeren szívesen hajózik, akár olyan városokban, akár olyan szigeteken, amit el lehet érni repülővel is. És ezeknek a hajóknak a térkínálatát, illetve a tervezhetőségét sok esetben az ügyfél, azon kívül, hogy a család igényeire szabja, ügyfeleknek, üzleti partnereknek, üzleti találkozóknak is helyszínévé teszi. Így fontos kiemelni, hogy egy úszó irodát, egy úszó központot is létre lehet hozni. Ezért a San Lorenzót általában elmondhatjuk, hogy olyan üzletemberek választják, olyan vállalkozó, szellemű, alkotó, kedvű vásárlók választják, akik szeretnék
azt a fajta prémium érzést megadni a családjuknak, az ügyfeleiknek, barátaiknak, amit egyébként képviselnek a munkájuk során is. Ezeknek a hajóknak a felhasználása a tulajdonosi használat mellett egyre népszerűbb a bérleti charterpiacon is, és az ügyfelek nagy része szívesen adja ezeket a hajókat profi, olyan foglalási rendszerekkel rendelkező ügynökségeknek is, ahol a saját legénységük állandó felügyeletével a hajók bérbe adhatók. Ez a megtérülést, illetve a hajó folyóköltségeinek a kitermelését hivatott szolgálni, és ma a hajópiacon ezeknek a hajóknak a kereslete rövid 1-2 hetes bérleti időszakokra népszerű, és egyre több ilyen hajóval lehet találkozni az Adria és a Mediterrán térségben is. Úgy kell ezt elképzelni, mint egy szállodai, egy ötcsillagos szállodai szolgáltatást, ahol a legénység, a kapitány a hajón tartózkodókat egész héten kiszolgálja, de nem csak a hajó manőverezésével, hanem az ott elszállásolt vendégek teljes körű kiszolgálásával, mind az élelmiszerek beszerzését, mind az ételek alkotását, mind a tisztaságot és a privát időt és kikapcsolódást hivatott ezt szolgálni. A Skipper magazin együttműködő partnerei, a Hanze Magyarország, a Seiko Prospects órák hazai forgalmazója, TMC Kft. És a Lagun Magyarország.